Sokkolta a pilisjászfalusiakat a képviselőtestület által megszavazott adóemelés. Főleg az 1100 négyzetméternél nagyobb telekkel és üdülővel rendelkezők járnak rosszul, van akinek 500-700 ezer forintra emelkedik az éves adója. Sokan már azon gondolkodnak, hogy elköltöznek a településről, de a telkek így eladhatatlanok. Mikor 2019-ben átvettük a települést, adósságrendezési folyamat volt, ami ugye akkor azt jelentette, hogy adóssággondok volt a faluban, és aztán tudtuk ténylegesen felmérni, hogy mennyi a mínusz. Hát a legvége az olyan 168 millió lett, a legi állomány, ilyen tartozásunk az olyan 77,6 milliónál. Tehát viszonylag nagy, a 3 év alatt az viszonylag nagy részét ledolgoztuk már, de ez a 77 milliós olyan összeg, ami nagyon befolyásolni tudja a költségvetésünket. Ez év nyarán, július 1-jével adtam vissza a mandátumomat, mert olyan rendelkezések is születtek, amivel én nem értettem egyet, és a javításukba úgy tűnt, hogy hiába próbál bármit tenni az ember. Akkor született egy olyan adórendelet, amíg én ott voltam, mint képviselő, amivel már akkor nem értettem egyet. Volt még egy másik képviselőtársam is, de a többiek azt mondták, hogy az jól van kiszámolva. Egy volt a szerencse, hogy a kormány nem engedte életbe léptetni. Újra dolgozták az adórendeletet, ami legalább annyira nem elfogadható, mint az előző. Ennek az 1400 négyzetméteres teleknek a tulajdonosa eddig 265 ezer forintot fizetett ki évente az önkormányzatnak, jövő évtől kezdve ez több mint 500 ezer forintra nő, mert nincs épület a telkén. Szerintem szükséges, már az önkormányzatoknak nincs pénze, úgyhogy erre csak azt tudom mondani, hogy minden drágul, és természetes, hogy ez is drágul, és már nagyon régóta, mit tudom, szerintem 10 éve nem volt emelés. Mi van, hogyha kiderül, hogy mondjuk, nem tudom, 5-szörösére emelkedik, és 5-szörösére nem emelkedik, mert látom a számokat. Olvastam az újságcikkben, ezt nem tudom, hogy lehet, hogy vannak egyedi kivételek, de a polgármester mindig azt mondja, valakit rosszul érint, akkor be kell menni, és méltányosságot kell kérni, és ez működik. Ugye nekünk november 30-áig kell lehet adórendeletet módosítanunk. Eddig november 30-áig a költségvetésünk nem áll össze. Jelen pillanatban csak egy ilyen kalkulált, a korábbi évekből kalkulált kiadás-bevételt tudtunk megsatszolni nagyjából. Ugye a kettő különbözetét, mivel más bevételünk nincs, azt adóból kell nekünk bepótolnunk, és erre az összegre kellett valahogy kialakítanunk egy rendeletet, hogy ezt fedezni tudjuk. Nekem ez az adórendelet csak annyit tesz, hogy a korábbi adomhoz képest dupláját fogom fizetni. Talán 1-2%-kal kevesebbet, mint a dupla. Nyilván ki fogom bírni valamilyen úton, módon, de állítólag van olyan lakó, akinek ez évi 300-400 vagy a fölötti 1000 plusz kiadást jelent a már meglévő telekre, amit egyébként eddig is fizetett. Azt nem érzi igazságtalannak tényleg, tehát most függetlenül attól, hogy mekkora a telek, hogy akinek telke van és nem vesz igénybe itt a szolgáltatásokat, mert nehogy Isten csak egy telke van, az többet fizet, mint akinek mondjuk egy nagy háza van, 2 autóval használja az utakat, fontos neki a közvilágítás, stb. Azokat a tételeket, amiket ugye ebből fizetnének, mégis az jár jóval jobban, mint az, aki csak egy telek tulajdonos, és ne adj Isten, nem egy gazdag ember, hanem mondjuk megörökölte ezt a területet. Értem, nem igazságos. Ezt aláhúzom én is, de nekünk az itt lakókkal kell elsősorban foglalkozni.